Sikeresen visszatért a földre az Amazon alapító milliárdos Jeff Bezos űrcégének hajója, a Blue Origin, fedélzetén az egykori NFL sztár Michael Strahan-nel. A New York Giants amerikai foci csapat volt játékosa mellett, öten ültek még a kapszulában, köztük az első űrben járt amerikai, Alan Shepard legidősebb lánya. A Blue Origin rakétáját a férfi tiszteletére nevezték el New Shepard rakétának. Az űrutasok szombat reggel Texas állam nyugati részéről szálltak fel, és ide is érkeztek vissza egy nagyon rövid szuborbitális kitérő után. A rakéta fellövése és a kapszula visszatérése között összesen mintegy 11 perc telt el. A kapszula mellett sikeresen visszatért az újra felhasználható rakéta is. A Blue Originnek ez volt a harmadik olyan útja, amelyen utasokat is szállított. Az első júliusi utazáson Jeff Bezos is részt vett, majd ezt követte egy második fellövés idén októberben. Akkor William Shatnert is a fedélzetre vették. Az amerikai színész alakította James Kirk kapitány szerepét a legelső Star Trek sorozatban.